amikor majd ennek a háborúnak így vagy úgy vége lesz, akkor nem egyszerűen csak egy tűzszünetet kell kötni, bár azzal kell majd kezdeni, hanem rendezni kell Európa biztonságának helyzetét. Oroszország is megváltozott, ebben a háborúban nagyon megerősödött, Ukrajna is megváltozott, nagyon meggyengült, kiderült, hogy Európa katonai értelemben rendkívül gyenge, még annyi eszközünk és lőszerünk sincs, ami egyébként egy oroszokkal megvivandó konfliktus esetén szükséges lenne. Pénzünk sincs a háborúzáshoz, tehát az európai gyengeség minden jele megjelent. Következésképpen nekünk majd a háború után egy egész európai újrarendezésről kell gondolkodnunk, ami garantálja az európai országok biztonságát, és majd kijelöli Amerika helyét is ebben az európai biztonsági rendszerben. Ez egy bonyolult, hosszú tárgyalássorozat lesz, ez még előttünk van, ez a következő egy-két évnek a feladata.